mindenkinek, illetve a kocsmai verekedés üdvözöl mindenkit. És én nagyon csalódott vagyok, mert elvileg a Battle of the Builds-es lett volna, amivel szerettem volna annó kicsit többet játszani, meg úgy érdekes volt, meg volt benne ötlet. Helyette kaptunk egy tonna Raven Idol-t, és azért játszom Mage-el, mert van egy Mage-es questem. Szóval... Hurrá! Nagyon-nagyon-nagyon érik már nekem, hogy kapjak egy Legendary-t, úgyhogy... Úgyhogy engem elsősorban ez érdekel, hogy fogok-e. Lehet el kellett volna dobnom őket, olcsó mage spellek jók lehetnek, de... Francs tudja, milyen spellek járnak vele. Hát meglátjuk, mit lehet ezzel kezdeni. Megint szét fogjuk e-sportolni az agyunkat. Hadd tippeljek, Raven Idol? Ha te komolyan ennyire lassan fogsz játszani, én lefejelek valamit. Szóval, kedves kolléga, nyomjad már meg ezt a gombot megfele, bazd meg! Kíváncsi vagyok, meg lehetne ezt a prolt úgy nyerni, hogy... Meg lehetne ezt a brawlt úgy nyerni, hogy csak spelleket veszel elő a Raven Idol-okból. Érdekes kihívás lehetne. Teljesen érdektelen a Twisted Worgen. Az én elképzelésem az, hogy olyan kvázi handlockként elsétálunk addig, ameddig elég lapunk nem lesz a Mountain Giant-hez. Ez érdekes lesz. De lehet, hogy ezt nem gondoltam már. De annyi jó board clear mates fel van, nem tudom. Most ha semmit nem rak ki emellett, akkor tök mindegy. Ha támad vele, lepingelem Raven Idol, még össze is jöhet a dolog. Hát ha így szépen lassan haladunk, akkor hopp egy Mountain Giant igazából nem hangzik rosszul. És jó esetben utolérik magunkat négy manánál. Támadj csak, nincs az a baj. És akkor ő támad, ugye Mountain Giant 5-be kerül, utána majd 4-be. A köröm annyi, hogy ping Raven Idol. Teljesen jó. Justica elég szexi, szerintem. Következő kör Mountain Giant, aztán még a francia tudja. De a 4 mana 8-8-as egy elég jó dolognak tűnik, főleg egy ilyen formátumban ugye, ahol... Hát mindig találhat magának egy deadly shotot, Hunter's Markot, de... A más nem elpazarol névi erőforrást arra, hogy megkeresse. Nem mondod komolyan. És már előre kiszedte a paraszt. Hát, bazd meg, ahogy érzed. Ne van. Nem akarom Justicart úgy kirakni, hogy azonnal meghal. Jaj. Egy manás spellt esetleg. Ennek elég messze vannak az egymanástól. ...25%, hogy mégis csinálja, amit szeretném, hogy megcsinálja. Hát... Kis support, látom, megcsinálta, jól van. Kicsit változott akkor a terv, most, hogy kaptunk egy Flame Waker-t. Teljesen fairman jön. Jó, az se rossz. Az se rossz. Jó, szóval nem haragszotok, én megpróbálnám szétlőni Kern Andrást és barátját. Jól van. Kicsit se undorító, amit most történik. Következő kör valószínűleg az lesz, hogy Justicar Raven Idol, aztán Gazlow Raven Idol, attól függ, mit csinál.
Justicat lassan tényleg szeretném le passzírozni. Hunter's Mark plusz gondolom valami sebző spell. On the hunt. És oh, the Murkai. Nagyon izgalmas. Jó, hát én kérném ezt az extra winged. Igazából ezzel kellett volna kezdeni nyilván. Szép nagy, végül is miért ne? Gondolom keres valami sebzőspelt, és ha nem találja meg, akkor betrédel. Még van egy-két esélye. Nem tudom hány lap Raven Idol a kezében, és hány nem. A front se figyel erre. Megtalálta? Nem. Még egy Raven Idol. Oké. Oké. És a bácsi trédel. Csodálatos. És... Alistar Seeker. Hát meg kell mondjam, elég jól járna az ember az rajmajommal ezzel a formátumban, és bármennyire jobbul ő lenne Gazlow. Ez valószínűleg kicsit hatékonyabb. Ez az utolsó Raven Idol, ami nála van, úgyhogy nagyon keres egy Deadly Shotot, vagy egy Hunter's Markot. Vagy egy Freezing Trap-en. Na, a rossz hírem az, haver, hogy ha ez egy Freezing Trap, akkor nekem arra van egy megoldásom. Szóval nekem megéri a... Ezt nem gondoltam el. Valamiért azt hittem, hogy lesz ma nem pingelni. Ups. Illetve de baj, de hát kit érdekel. Ülök itt Gazlown, már nagyon várom a pillanatot, hogy csináljunk vele valami szexit. Amúgy a nagyon-nagyon szegény ember fennre aztán kell, ó, hogy mennél el Timbuktuba egy adag sajtos szendvics kíséretében. Jó, bekaphatod. Ez esetben akkor Gazlow még egy kis várakozásra kényszerül. Hű, ha? Muszáj vagyok pingelni. Úgyhogy csináljuk ezt, ezzel az a Blizzard nagyon-nagyon szexi lesz, ha úgy alakul. Gazlow lehet, hogy eléggé egy ilyen win-war. Sóhaj. Bocs, Gazlow. Kell a mana egy polymorph effektre. Na, így már. Így már más a műsor. Innen szerintem meg is nyerjük, ha csak nincs sima deathlingje. Mert egyébként ugye szétfogyasztunk mindent. De sima deathlingre meg ugye nincs elég manája most már, úgyhogy... Spellslinger Twisting Nether, de hát... Hunterként ő olyat ugye nem tud. Nekem van egy sanda gyanúm, hogy te nem fogsz nyerni. Oké, haver, ahogy érted. Én egy Pyroblastet keresek a következő körre, megvallom nektek, Pyroblast. Igazából innentől kezdve tök mindegy, mit csinálunk. Target dummy! Prosznóval olcsóbb. Oké, akkor még egy kicsit játszhatunk. Ez is egy taunt, még jobb. Teljesen mindegy ezek közül melyiket választjuk. Jó.
igazából ezek közül is. Na már most én nem szeretnék belehalni egy Silence-be. Úgyhogy target dummy! Ha-ha! És Iceberry jött. Ha mit az Isten lenne? Arcane Shot, Iron Beak Owl, Steady Shot kombinációja, akkor szeretnék nem meghalni. Az ember legyen óvatos, alapos és paranoiás. Még egy Explosive Shot, nagyon ügyes vagy, inkább biztosan büszke rád. Nem tudom, mondták-e már neked, de van egy olyan mage spell, ami tized sebez. Ez lenne az, ha még nem találkoztál volna bele. Na nézzük, mit kapok a pakból, engem most leginkább ez érdekel. Látjátok, van egy-két letudandó questem, úgyhogy szerintem egyet még játszunk. Újabb fantasztikus pak. Esküszöm, nem emlékszem, mikor utattam utoljára a Legendary-t. Baby Rage. Szóval, igazából játszhatunk más kasztal is. Játszunk egyet roggal. Annak jó kis dupla pingje van. Igazából Fentrának is meg lett volna maga bár. Mit játszanak emberek Hunterrel? Mire jó az ebben a brawlban? Még nem tudom, ki játszom ezt a következő körben, igazából gondolom nincs értelme. Nem csinál túl sokat, bár lehet, hogy rogue-ként kicsit proaktívabbnak kell lenni. A rogue-nak így nagyon könnyű aktiválni a kombókat, ez mindenképpen előnyére válik. Egy hatalmas Edwin Van Cleef-es elképzelhető, na az már izgalmasabb. Na, kezdjük egy minionnal, és ha nem találjuk meg, akkor spellekkel folytatjuk. Kodó. Ez 100% hogy valamit valahol el fog kapni, úgyhogy inkább ezt választanám. Kirakhattam volna egy 2-3-as, hogy mi az Isten, de... Shadow Step. Lehet kicsit túl komplikálom a dolgot. De szerintem annak megvan a maga bája. Na. Amgam Ragerhoz valahogy nincs kedvem. Shadow Step fejlesztés, ingyen taunt. Hogy tudjuk jobb felhasználási lehetőségét is később. Beütöm Raven Idol, jó lesz az. Meglátjuk. Oké, ellenfelebb nem csinált semmit ebben a körben, nyilván ez ijesztő, mert ez azt jelenti, hogy majd a következő körben nagyon is fog. Viszont... Ó, és nem is támad. Ez aztán tényleg nagyon izgalmas. Nagy és öt manás. Ez nekem igazából elég, kirakhatnám az Elden Ringet, de mi a francnak? Ennek tuti lesz valami haszna még. Prep Assassiné. Prep Headcrack. Talán mégsem. Szóval, ha mondjuk kirakna egy Tournament Mediket, amit nem fog, akkor arra milyen jól mi stampedingkodunk. Csinálhatok olyat, hogy Spiteful Smith Prep Sap. Igazából nem valami impozáns ez a halom minion, azt kell mondjam. Kicsit túl szituatív hülyeségeket választottam.
De hát meglátjuk. Remény mindig van. Ez egyre nagyobb és egyre rondább ott az árnyékban az a baj. Jaj ne, a 50-50. Ilyen szerintem még nem fordult elő a Hearthstone történetében, de én preparation-ölni fogok egy szepet a Haunted Creeper-re. De miért csinálom ezt, amikor ebből nem fog kijönni semmi? Na mindegy. Hogy ez garantáltan összejöjjön nekünk. Elfelejtettem azt az apróságot, hogy ebből nem kapok minion, de igazából még így sem bánom, amit tettem, mert hurrá van board controlunk. Cserébe más nem nagy neki, a 8 lapja nekem 6, tehát technikailag egy lap hátrányban vagyok, de oldja meg ezt. Tehát nem olyan egyszerű hunterként sem, meg full random lapokkal, tehát... Igazából hazugodok, mert egy explosive shot kell neki, és minden eltűnik, de utána akkor megint mi jövünk, és nem került előnybe. És ez mindig jó. Oké. Okay. Illetve hát nem oké. Okay. El kell kezdenünk egyre nagyobb és nagyobb minionokat kiválasztani, különben nem tudom, hogy nyerünk. Szegény a Spyfox-nél. Milyen szép lett volna egy nagy fegyver. Szóval kérnék egy nagy miniont, egy ogrét, egy hatmanás miniont. Ha nem ezt választom ki, akkor valaki tuti unsubscribe-ol. Kerüljük el ezt. Ez lesz az első, és ha minden jól alakul, az utolsó pillanat, hogy én valaha ki fogom játszani ezt a fost. És ráadásul jogszaron Shadow Step, másik jogszaron lesz majd a következő lépés. Corrupted Hillbot, oké. Okay. És egy Secret, nagyon izgalmas. Na, nézzük ki lakik a házikóban, kezdjük ezzel. 5 manáig igazából minden. Oké. Okay. Elég sok, elég váratlan dolog fog történni itt a közeljövőben. Csak bízom benne, hogy addig az ellenfelem még úgy egy körön keresztül nem rak ki valami ilyesmit. Oké. Okay. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Mit szólnátok egy assassinate-hez? Mondjuk. A szabotázs is jó, a szabotázsról is meg tudjuk oldani a problémát, ugyanis azt mondjuk, hogy betrayal. Én megölöm a maradványt. Szabotázs. Oké, és akkor kezdődik a parádé. Mondjuk a jogszoron Shadow Step-hez arra van szükség, hogy jogszoron túlélje jogszoron Battle Cry-át, amire van kettő lehetőségünk, tehát. Tehát nem reménytelen a dolog. No. Oké, okay, szóval első próbálkozás. Nézzük, mi lesz ebből. Nincs vége a körnek. Én tudok valamivel támadni. Ha kiraktam volna a második jogszaron, az érdekes és egyben szomorú lett volna. Ezt tud támadni, én tudok támadni. Wow. Jó, jogszaron ennyi elég volt. Elvégezted munkádat, most már megállhatsz. És ezek tudnak is támadni. Oké, okay, oké, okay. Ne bazd el,
Eddig egészen elégedett vagyok a munkáddal. Oké, az érdektelen. Húzunk két Raven Idolt, az is teljesen rendben van. Oké, most már tényleg abba hagyhatod. De most már nem fontos. Wow! Oké. Ez 6-ból, 7-ből 9-es sajátra megy. Az égszerelmére hadd nézzem már meg, hogy minek milyen van, hogy... Azt el kell ismernem, hogy ez egy egészen korrekt jogszalom volt. Úgyhogy ő kapni fog tőlem egy újabb lehetőséget. Oké. Ha minden jogszaron ilyen lenne, nem gyűlölném alapot. Illetve, de valószínűleg még a jelenleginél is jobban gyűlölném, legyünk őszinték. Oké, hát... Szerintem mindannyian tudjuk, hogy mi lesz a következő két köröm. Tehát ne tegyünk úgy, mintha... Ha itt bármi váratlan... ...történne majd. Miért olyan ijesztő az a 6-2-es? Na, nehogy véletlenül valami katasztrófa történjen, mi ebbe szépen beletrédelünk. A megfelelő sorrendben. Vannak nulla manás spelljeink. Elfogadnék egy újabb Shadow Step-et. Szabotásban annak még lehet haszna is. Shadow Step, Backstab, ilyenek. Backstab, oké. Ezt én meghagyom a következő jogszoronnak. Szóval Powershot nem ölte meg a két pókot. Ez kicsit... Wow, azt a szadista jogszoron nyert neki? És nem is szadista, mazoista. Liok újra visszatért, mennyi időre? Nem ölte meg magát azonnal, Lock and Load sajnálatos módon nem fog csinálni semmit, ezt ide kérném, nem oda. Ez jöhet ide, nem. Miért utálod magadat és minden millió... Na, az a pók nehogy már. Oké. Láthatóan nincs millión, mert nem használhatom a backstabet, ezt meg lehetett tippelni. Ez egy kis Shadow Form nagyon izgalmas. Convert teljesen érdektelen, Reincarnate teljesen érdektelen, Blizzard teljesen érdektelen. Maci csapda! Oké, hát ez a jogszerűen egy kicsit szarabb volt, mint az előző, de hát azt hiszem jogában áll. Nem baj, jön a harmadik. Tehát még mindig van lehetőség. Oké. Szerintem kérünk egy bónusz spellt. Azon gondolkodom, várjuk egy kör, de hát mire várjon az ember, amikor van nála egy újabb jogszaron? Van manánk és tudunk támadni. Egyben három extra Raven Idolunk. Jogszoron utálja saját magát, ezt én most már megtapasztaltam. Preparation. Ezt ide kérnénk. Mindegy. Az is elmegy szódával. Aha! Ez a lappal is még találkoztunk már a Master for Battle-val. Ez ha én kapnám valami csoda folytán, nem, még véletlenül sem. Oké. Nincs démon. Hát annak alapnak annyi. Szabotázs, jól van. Azt hiszem kapni fogunk két egy-egyes emberkét. Wow, micsoda fegyver. Jó, ilyen jó, hogy Divine Favor most nem fog csinálni semmit. Oké, preparation-öljünk egy milliont, mert mi lenne, ha lenne még egy negyedik jogszaron is. Ez nem az. Jó, face is the place. Oké. Nagyon izgalmas. Szóval emlékeztessük saját magunkat is, milyen csapdáink vannak. Van egy macink, egy explosívünk, egy redemptionünk és egy duplicateünk. Oké. Jó van. Shadowform Rogue Mysterious... Shadowform Mysterious Challenger Rogue, ami egyben paladin és druid is. Teljesen legitim. Teljesen normális. Jó van.
A bácsi trédel. Azt jelenti, hogy visszajön a fácska, meg én kaptam volna két fácskát, ha lenne rá hely. Na hát akkor nem aktiválja a duplicate-et, ha 10 nap van a kezemben? Ma is tanultam valamit. Szóval, kérnék továbbra is spelleket. Vagy talán minionokat kellene, itt most tényleg további jogszalonokat akarunk burgol, hogy még véletlenül se fogjunk ki. Végül is lehet így is tekinteni rá. Four Reaper... Inkább kérek olcsó dolgokat, amiket ki is tudok rakni, jó? Ezek teljesen érdektelenek, de... Most őszintén, tehát egy újabb jogszalonra vadászunk. Hello. Hello. Jó, rólad lehet szó. Hol van? Végül is miért ne? Ohohohohoho, most már értem, miért játszanak emberek Hunter-t. Erre miért nem gondoltam eddig? Jól van, megtalálta az egyetlen módot, hogy hogyan érjen utol lapokkal. Hát ez sajnálatos módon nem egy beast, de végül is ad neki egy újabb lapot, Unleash the Skill. Oké, tartok tőle egy-egyes embert, két fogok duplikétben megkapni, ami sajnálatos, de hát ez van. Egyben egy újabb Raven Idol-t fogunk elégetni. Ezt halkan megjegyzem. Az egy quickshot lesz, vagy valami olyasmi. Nem biztos, hogy quickshot, mert ha kill command lenne, nem szaladt volna bele az emberkével. Viszlát Raven Idol, jó volt veled. Szóval... Hát ezek nem ezek nem jogszalonok. Sajnálom, hogy nem leszünk Troll and Highlight, de hát ez van. Két Hunter csapda nem elég rókként, szerintem legyenek harmadikunk is, mit szóltok hozzá. Na jó, most már ezt talán megérdemel egy print screen-t. Értem én, hogy Tavern Brawl-os hülyeség, de ezt azért még én is szeretném rögzíteni. Insta pick, mi lehet az? Az a... pillanatra elgondolkodtam Deathwing megszivatni, aztán eszembe jutott, hogy ja, van nálam egy szabotás. Úgyhogy nem. Unleash the skill ismét. Jól van, haver. Hogy nem a 2-2-es töltöd meg? Van egy Helmmaster-öd vagy valami? Mágia észleleve. Jó, még van remény. Még 5 remény maximum. Egy újabb jogszaronra. Ebből is lehet jogszaron, most végül is miért ne? Nem tiltja a törvény. Még az abban a következő jogszaromban én belehalnék fatiggel, de hát... Van az a dolog, ami megéri a kimerültség általi halált, nem igaz? Nem fontos. Egyáltalán nem fontos. Wow! Fiery Bat Feign Death Value! Bár ami azt illeti viccen kívül, ezzel lehetne egy jót Feign Death-elni, végül is miért ne? Meg ezzel is. Csak akkor hogyan szabotálok? Úgyhogy szabotáljunk egyet most. Akkor viszont... Hát fenn... Tehát lehetséges, hogy mi veszítünk. 5-7-9. Ha ez a csapda esetleg... Options.
Jaj, mert de még itt történhettek volna érdekes dolgok. Na mindegy, szerintem ennél jobbat nem fogok tudni nyújtani nektek ezzel a brawllal, úgyhogy itt az ideje meghajolnom és távoznom a színfalak mögé. Így nem folytatjuk legközelebb, nagy valószínűséggel kicsit kevesebb jakszaronnal.